Arra már tavaly fény derült, hogy izgalmas jövő elé néz az Assassin's Creed franchise, hiszen készül egy vadonatúj epizód, ami a feudális Japánban játszódik. Részünk lesz majd egy látszólag boszorkányos kiruccanásban, lesz multiplayerre kihegyezett kaland, na meg hamarosan bemutatkozhat az Infinity, ami egy közös platform lesz a különböző felvonások számára. Természetesen a legfrissebb Ubisoft Forward előadásról sem hiányoztak az orgyilkosok, ám ezúttal a francia kiadó inkább a közelebbi terveire fókuszált, így az eddig felsoroltak nem is jutottak szerephez. Helyettük három Assassin's Creed került előtérbe, amik ráadásul nagyon különböző platformokra készülnek, szóval igen változatos prezentációnak örülhettünk. A műsor első főszereplője az Assassin's Creed Nexus VR volt, ami a több mint 15 esztendős sorozat legelső virtuális valóságjátéka, ezen felül pedig az első olyan kalandja, amit FPS nézetben fogunk játszani, vagyis nem a karakterünk hátát bámuljuk majd. A MetaQuest 2 headsetre készülő játékban ismerős korokban és helyszíneken fordulunk meg, mert nem egy, hanem rögtön három visszatérő főszereplőt vonultat fel. Beköszön az ókori Görögországból származó Cassandra, az amerikai függetlenségi háború során ténykedő Connor, illetve az olasz reneszánsz és az egész Szíria közkedvelt figurája, Metzio. Hármójuk történetét egy modern időben játszódó cselekmény fogja össze, amely során a templomosok által vezetett Abstergo megint rosszban sántik el, és nem túl nemes célokra kívánja felhasználni az emlékeket. Ezért a játékosnak vissza kell utaznia a múltba, hogy ismét a három orgyilkos bőrébe bújva merüljön el vadonatúj kalandokban. A Nexus VR-ban nyílt pályákat fedezhetünk fel, gyakorlatilag teljes mértékben megmászhatjuk a fölénk tornyosuló épületeket, ráadásul feladatainkat sem csak egyféle módon teljesíthetjük. Ha a nyílt harcot preferáljuk, simán neki mehetünk ellenségeinknek, a csendesebb játékosok pedig lehetőséget kapnak a sompolygásra. Bevethető fegyvereink között visszatér a rejtett penge, ami egyetlen csukló mozdulattal hívható elő, viszont a közelharcban nagyobb hasznát veszük majd a kardnak és a tomahawknak. A hátunk mögé nyúlva előkaphatjuk az íjat, a virtuális övünkről pedig egyéb hasznos holmikat akaszthatunk le. A fejlesztők arról is gondoskodtak, hogy parkúrezés közben ne legyenek rosszul a iszonyos orgyilkosok, de egyéb kényelmi funkciók is javítanak majd az élményen. Kifejezetten interaktív mókának ígérkezik a Nexus VR, amit a Ubisoft több csapata közösen hoz el a Meta platformjára. A pontos megjelenési dátum még nem ismert, de a Ubisoft idén tervezi piacra dobni a programot. A prezentáció második fontos szereplője az a Codename Jade néven készülő Assassin's Creed játék volt, amit tavaly ismerhettünk meg hivatalosan. Ezt a mobilos címet a Ubisoft egy hozzáértő csapat, a Level Infinite segítségével készíti Androidra és iOS-re, a műsorban elhangzottak alapján pedig szépen halad a munka. Annyira szépen, hogy a korábbi alfa teszt után valamikor a nyáron sor kerül egy zárt bétára, amire már elő lehet regisztrálni. Fontos azonban észben tartani, hogy a játék egy korai változata lesz kipróbálható, és csak egy kis csoportnyi játékos számára. Az Unreal Engine-nel készülő kaland az Odyssey és az Origins eseményei között játszódik, és az ősi Kínának egy nagyon fontos időszakát dolgozza fel. Ekkor nyíltak meg ugyanis a kereskedelmi útvonalak a kelet és a nyugat között, illetve kezdődött meg a nagy fal építése. Főszereplőnk egy fiatal tanítvány, akinek mestere egy a Szíria rajongóinak ismerős figura lesz, de az ő kilétét egyelőre homály fedi. Karakterünket testre szabhatjuk, aminek hála egyedi főhőst terelgethetünk majd a Codename Jade nyitott világában, a már említett fal mellett pedig egy élettel teli fővárosba is ellátogathatunk. Jó hír, hogy előtérbe kerül a történetmesélés, és a látottak alapján a játékmenet szintén eléggé egyben van, szóval komoly esély van rá, hogy ez a mobilos cím megtalálja majd a saját közönségét. Pontos megjelenési dátum sajnos a Codename Jade kapcsán sem futott be. Végezetül nem maradt ki az Assassin's Creed projekt sem, ami a három közül várhatóan a leghamarabb fog megjelenni. A Mirage-on több mint 500 fejlesztő dolgozik, ugyanis a Ubisoft Bordeaux munkáját 11 másik stúdió segíti, akik kollektíven repítenek vissza minket a széria alapjaihoz, miközben modern mechanikákkal keverik a jól ismert játékmenetet. Basim története egy önmagában is remekül fogyasztható kaland lesz, a 9. századi Bagdad pedig olyan színes játszótérként funkcionál, mint Párizs a Unity-ben vagy a Revelations Konstantinápolya. A Ubisoft egy hangulatos sztori előzetest is közzétett, ami ízelítőt ad abból, hogyan lett Basim a Hidden Ones frakció tagja, és miként fognak a történet során feltűnni a főhős régi barátai az utcákról, új kollégái az orgyilkosoktól, na meg a valódi történelmi figurák, hiszen ez utóbbiakból ebben a részben sem lesz hiány, ahogy rémisztő látomásokból sem. A cselekményt részletezőket csináló mellett kaptunk egy tartalmasabb játékmenet bemutatót is, ebben azt láthatjuk, ahogy Basim az első célpontjának sikeres kivégzését követően visszatért társa
munkatársaihoz, meglátogatta az eszközfejlesztéseket kínáló kollégáját, majd elfogadott egy megbízatást a sok közül, és már indult is a következő missziójára. Ennek során a játék több fontosabb alapmechanikája megvillant. Akció közben nézhettük meg például főhősünk Enkidu nevű szárnyas pajtását, aki az előző néhány részben látott társaihoz hasonlóan kémleli a magasból a területet, és a segítségével beazonosíthatjuk a célpontokat. Kaptunk némi ízelítőt abból a spéci manőverből is, ami lehetővé teszi, hogy Basim pillanatok alatt elbánjon egyszerre több ellenféllel. A nem túl realisztikus, de annál látványosabb kivégzés sor után hősünk a magasból rávetette magát a célpontra, majd egy laza késdobással likvidálta a közelben strázsáló őrt is. A bejáratot figyelő marcona alak szintén nem jelentett nagy problémát, hiszen hamar ártalmatlanította az a csapda, amit a főszereplő még az akciózás megkezdése előtt hajított az útjába. A videóban a rejtett penge mellett némi szerephez jutott még a látványos parkűrözés, illetve a friss animációkkal fűszerezett közelharc. Bár a 49,99 eurós árcédula jól tükrözi, hogy a Mirage nem éppen teljes értékű folytatás lesz, hanem inkább egy tartalmas spin-off, a látottak alapján remek egyveleget alkot az első Assassin's Creed-re jellemző játékmenet a modern megoldásokkal. Ti melyik Assassin's Creed epizódot várjátok a legjobban? Írjátok meg kommentben! Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!